azok tudják nagyon élvezni az etióp utazásokat, még egyszer megemlítve, hogy Etiópiában elsősorban a kulturális, most majdnem azt mondtam, hogy emlékekért érdemes oda utazni, de ezek nem emlék, ezek ott élnek, ez a jelen, ahogyan az etiópok ezeket a hagyományaikat megélik a mindennapokban. Tehát azoknak tud ez nagy élményt jelenteni, akik maguk is spirituális lényeknek tekintik magukat. Tehát elmenni Lali Bélába például, ami a világörökség része, a sziklatemplomok, vagy fölmenni a Geralta-hegység ormain lévő található ott található kolostorokba, ott olyan csönd van, hogy ott még az ateista is hívővé válik. Tehát ott kézzelfogható közelségben van a spiritualitás. Tehát aki maga is fogékony és hajlamos erre, annak mindenképp nagy élmény. Én számtalan ilyen emberrel találkoztam. Ha szabad, akkor visszájára is fordítanám a dolgot, hogy hogyan nem szabad Etiópiába menni, nem szabad prekoncepciókkal, előítéletekkel Etiópiába menni, nem szabad úgy Etiópiába menni, hogy 40-50-60 évvel ezelőtti útleírásokat elolvasunk, és aztán keressük az utazás alatt mindazt, amit elolvasunk. Inkább egy ilyen tabularázával érdemes kimenni, egy befogadó attitűddel.